Olimpiai kvótát érő helyen zárta az évet két élversenyző súlyemelőnk, az EB győztes Magát Krisztina és az EB bronzérmes Nagy Péter. Azonban a dohai Katar kupán különös ultimátumot kapott a szövetségtől, támogatás megvonást kilátásba helyezve, de hát jól szerepeltek, szállásukat végül pedig a házigazdák fizették ki, kaland és az idei tervek, kettőjükkel beszélgetünk ezekről. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Gratuláltok már a szövetségből, hogy Katarban sikerrel teljesítettétek ezt a kis furcsa, mondjam, ilyen adminisztratív ultimátumot? Hát amikor megérkeztünk Pestre repülőre, akkor hívtam az elnök urat, és akkor ott gratulált nekem személyesen, de ugye kint én nem kaptam gratulációt. Te hogy voltál vele, Krisztina? Én kaptam az elnök úrtól a gratulációt, úgyhogy nekem egyből a verseny után szintén figyelemmel is kísérték az eredményt. Szerintem Péterben kicsit biztosabbak voltak, hogy jó eredményt tud elérni nálam. Mert az egyes mez miatt, nem? Igen, egy százalék, egyes rajtszám, minden. De hogyan történt egyébként ez a különös feltételszabás EB érmesek és jó szereplő versenyzők esetében? Kitől jött egyébként ez? Kik döntöttek erről a kérésről, vagy nem tudom, feltételről? Ugye arról beszélünk, hogy milyen eredményt kell nektek magatokhoz képest elérni ahhoz, hogy ennek a versenynek az utazását és a szállását a szövetség finanszírozza, és ne terhelje a klubotokra. Hát hol született ez a döntés? Igazából mi se tudjuk, mert amikor hazajöttünk a világbajnokságról, akkor beszéltünk az elnök úrról, hogy akkor kimehetnénk-e Katarba, és mondta, hogy persze, menjünk ki nyugodtan, jól szerepeltünk a világbajnokságon, megérdemeljük, majd eltelt egy hét, és akkor a főtitkárasszonytól kaptunk egy e-mailt. Ugye én akkor ezt a tetszésemet ezt kinyilvánítottam már ott rögtön az e-mailbe is. Meg ez volt az e-mail, amiben megjelentek ezek az ultimátumok, igaz? Így van, ez volt az e-mail, akkor hívtam elnök urat, és akkor az elnök úr azt mondta, hogy ezt a kapitány határozta meg. Szóval a legutolsó információk szerint ezt a kapitány úr határozta meg. De hogy mi alapján, meg hogy jött ki ez 1%, azt mi se tudtuk, mert ugye más magyarázatot meg nem kaptunk erre. Mert hogy ugye arról beszélünk, hogy a VB teljesítményhez képest milyen eredményt, mennyivel lehettek rosszabbak, igaz? Vagy mennyit engedhettek abból a teljesítményből, hogy finanszírozza a szövetség ezt az utat? Így van, tehát jött az, hogy a VB teljesítményhez képest 1% eltérés, hogyha nagyobb az eltérés, mint 1%, akkor ugye a műhely támogatásból vonják le az utazás és a szállás költségeit. De hát ugye magyarul a sportolóktól veszik el ugyanúgy, mert a műhelyi támogatást a klubok kapják, amit a sportolókra költenek, tehát magyarul mondhatjuk azt idézőjesen, hogy mi fizettük volna meg akkor ennek az árát. Szerencsére nem így lett, Kriszti is nagyon jól teljesített, én nekem is sikerült teljesítenem ezt az általuk kiírt szintet, és akkor így nem lett ez mi hátrányunkra. De gondolom valamilyen magyarázatotok van erre, hogy ha ez esetben mondjuk Gyurkovics kapitány lett volna a kigondolója ennek, akkor ennek mi az oka? Tehát lehet, hogy a szövetségi kapitány annyira nem támogatta ezt a Katar kupát? Vagy milyen motivációk állhatnak a háttérben? Nem hiszem, hogy nem támogatták volna ezt a Katar kupát, ugyanis kvalifikációs verseny volt, tehát mindenféleképpen szükség lett volna jó eredményekre. Személy szerint talán azt gondolnám, hogy nem voltak elégedettek az eredményünkkel a világbajnokságon. Holott én részemről vegyes érzelmekkel zártam a világbajnokságot, mert egyrésztről jól emeltem a fogyás után, amit véghez vittem az évbe. A lökéssel voltam egy kicsit elégedetlenebb, de nem voltam távol attól az eredménytől, amit elterveztünk. Péter eredménye sem volt rossz, olyan súlyokra ment, amit előtte nem csinált meg, illetve nem volt rajta, országos csúcskísérlete volt, amit fel is vett, tehát nem volt messze ő sem a jó eredménytől. Ez valahogy azt érzékelem, hogy ennek a világbajnokságnak az értékelése úgy szemtől szembe, hogy akkor elégedettek, vagy nem elégedettek, hova kell sorolni ezt az eredményt, ez úgy elmaradt volna? Mert most értékelést igazából így nem kaptunk, legalábbis én nem kaptam, akkor azt mondom. Magamnak kell értékelni, azt mondom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát azért mondom, hogy te... Egy tizedik helyen hazajönni egy ilyen kemény mezőnybe, ahol az eltiltott országok visszajöttek, és akkor így tudtam megint tizedik lenni. Tényleg országos súlykísérletem voltam, hogy felvettem, és csak tényleg a kilökés nem sikerült, tehát a felkészülés is nagyon jól sikerült. Az eredménye se lehetek elégedetlen. Úgyhogy én személy szerint és Haragos Attila edzőmmel, meg Ulányom edzőmmel is jónak értékeltük ezt az egész felkészülést. Ugye most kezdtük el
júliusban a közös munkát így, hogy így hárman készülünk, jó úton haladunk. Én azt gondolom, hogy a tokiói olimpiáig a kvalifikációba így nagyobb esélyünk van jobb eredményt elérni. Abban most, ahogy azt az elején említettem, jól látok, tehát a kvalifikációs listán tokiói helyen szerepeltek jelen pillanatban. Ez a katari verseny, ez jelentett valami különleges nyomást ilyeténképpen számotokra? Éppen ezért, hogy bizonyos feltételek mellett versenyeztetek? Én éreztem egy kisebb nyomást, tehát én ezt jeleztem is a szövetség felé, amikor megkaptuk ezt az e-mailt, hogy rosszul érintenek ezek a feltételek, ugyanis évvége van, világbajnokság volt, azért elfáradt az ember. Én végig dolgoztam tényleg az egész évet ahhoz, hogy lehető. Nem esett jól ez az érzet. Utána ezt lerendeztem magammal, tehát próbáltam helyre rakni a dolgokat, hogy úgy kell odaállni, hogy élvezni kell a versenyt, a lehető legjobbat ki kell hozni, meg kell mutatni azt, ami ugyan nem jött ki a világbajnokságon a lökésbe, de képes vagyok rá, hely tudok állni. Éreztem nyomást, de ezt az edzőim és a sportpszichológus segítségével helyre raktuk, és akkor úgy tudtam odaállni, hogy már pedig mindent beleadok. Ezt a furcsa helyzetet, ezt a konfliktust, ezt még meg kellene beszélni? Le kéne valahogy valamilyen vitában vagy tisztázásban zárni? Mit gondoltok? Én magam szempontjából én ezt lezárnak tekintem. Tehát, hogyha ilyen feltételeket szabnak a közeljövőben is a szövetség részéről, nem tudunk igazából mit tenni, el kell fogadnunk. Hogyha ők ezt így látják, és ezt látják motivációs tényezőinek, hogy számunkra hát ilyen negatív hátrányt tesznek a nyakunkba, és ezzel azt mondják, hogy tehermentesítenek minket, hát akkor ezzel kell együtt élni, így kell megoldani a problémákat. Annyi előnye viszont lett ennek az egész procedúrának, hogy így a tudomásomra jutott, hogy elvileg most adnak lehetőséget másoknak is a kvalifikációra, lesz nekik februárban egy felmérőverseny, és hogyha ott a kapitány által kitűzött súlyokat teljesítik, akkor nagy valószínűséggel kiviszik őket világkupákra is. Tehát másoknak is lehetőséget adnak, így bízom benne, hogy nekünk is még akkor így adnak lehetőséget arra, hogy világkupákra menjünk. Ahogy ezek után eddig is megadták, csak reméljük, hogy ezek a feltételek ezentúl nem fognak fennállni. Mennyit gondoltok az olimpiára? Hát az olimpiára ugye először is a kijutás, addig mindenféleképpen ugye még kell személy szerint fejlődnöm elég sokat. Szakításban nem vagyok messze az élmezőnytől, tehát ott sikerült megtartani azt a szintet, amivel ott lehet lenni, és akár mondjuk a következő EB-n érmet lehet szerezni. Lökésbe kell nekem még pár kilót fejlődnöm, ami nem lehetetlen, mert a szokásos, hogy erőbe bennem van, fejbe kell összerakni és kihozni a lehető legjobbat. Egy 105-125-30 közötti lökéssel én úgy érzem, hogy meg lehet az olimpia, és annak örülnék. Tokióban is. Hát akkor erős évet kívánok nektek, majd lesz EB is és VB is, és jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.